Mindennyian több tucatszor olvastuk már ezt a híres, Kijelentését Saulnak, melyet a teszalonikaiokhoz írt második levelének második fejezetében találunk. A 11-es vers így szó ezért bocsátja rájuk Elohim a megtévesztés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. A világ is tisztában van azzal, hogy az utolsó időben az emberiséget egy nagy megtévesztésnek az ereje fogja hatalmába keríteni. A legtöbben azonban nincsenek tisztában azzal, hogy mi is ez a megtévesztés ereje, és rossz helyen is keresgelne. A megtévesztés ereje, melyről itt Saul ír, a kezdetektől fogva az emberiséggel volt. A megtévesztés egyidős az emberiség történelmével. Ha köztudat lenne, egyszerűen megfejthető lenne, akkor nem lenne megtévesztés. Azért működik a megtévesztés, mert az ember elhagyta az egyetlen utat, ami az élethez vezet. Ennek az életformának a képviselői a történelem során pogányok voltak heronisták voltak, népek voltak, a másiák halálát követő időszaktól fogva azonban a megtévesztés erejét a világban a tradicionális kereszténység terjeszti. Ez egy bónusz videó lesz a kereszténység című sorozathoz, mivel számos hozzászólás érkezett ezzel kapcsolatban, de úgy általában is természetesen elég sok a hozzászólás, különösen a keresztények részéről. Vagy a keresztény gondolkodásúak részéről. Ugye nem mindenki mondja azt, hogy ő keresztény, annak ellenére, hogy úgy gondolkodik. Ez a probléma az emberekkel, úgy általánosságában véve, hogy nem értik meg azt, hogy az embert a cselekedetei árulják el, és nem az, amit mond, vagy az, amit gondol. Teljesen mindegy, hogy ki minek vallja magát, a cselekedete mindig el fogja árulni, hogy kihez tartozik. Ez okozza a problémát általában a Jahwa útja által képviselt gondolkodásmód és a többi között. A helyzet azonban az, hogy szerintem akinek értelme van, akinek van értelme, nem mindenki, hanem akinek értelme van, az látja azt, hogy amit az írások mondanak, az megegyezik azzal, amit a Jahwa útja képvisel. Az egyik probléma itt van, a képernyő. Igazából mindegy, hogy ki ez a karakter és a másik, akiről szó lesz, meg a harmadik. A lényeg az, amit képviselnek. Amit ők magyaráznak az az, hogy ők nem keresztények, ők nem Konstantin féle keresztények, hanem ők igazi keresztények. Ami szuper, ez egy nagyszerű dolog, a kérdés látható középen. Akkor mégis miért mondod ugyanazt, mint ők, és miért élsz úgy, mint ők? Azért, mert ezek az emberek ugyanúgy, ahogyan a keresztények általában, nem mindenki, de általában így van. Érzések alapján tájékozódnak a világban. Azt gondolják, hogy amit éreznek, az a valóság, amit gondolnak, az elegendő, és amit mondanak, az a végén majd számítani fog. Ő azt mondja, hogy én a teremtő Istent imádom, aki meghalt az emberiség bűneiért a testben. A fő probléma a Konstantinféle kereszténységgel, hogy ez egy hamis vallás, és nem a teljes igazságot tanítja. Ha a második mondatról van szó, természetesen igaz? Az elsővel azonban rengeteg probléma van. Arról beszél, hogy a Teremtő Istent imádom. A Teremtő Isten ki a Teremtő Isten? Tudjuk, hogy ki a Teremtő Isten, hiszen van neve, elárulta a nevét. Olyannyira elárulta, hogy mint egy 7000-szer szerepel az eredeti iratokban. Jahua, Jávé vagy Jehova, kinek melyik a szimpatikusabb? A Károliban egyébként 5522-szer lehet megtalálni a Jehova szót. Ha az ember rákeres arra, hogy H3068, akkor 5522 találata lesz. H3068 nem más, mint a tetragrammaton, Jod, Hé, Vav, Hé, ami ugye Jávé, Jehova, vagy Jehua, a teremtő neve. Szóval, amikor igazi keresztény egyes azt mondja, hogy én a Teremtő Isten imádom, és ő nagy ível írja, attól még az nem lesz Jávé, Jehova vagy Jehua. A Teremtő Elohim megmondta az ő nevét, és ő azt akarja, hogy azt tudjuk és használjuk. Ezek az emberek viszont még az alapokkal sincsenek tisztában. Ezért mondják azt, hogy ők más utat járnak, mint a keresztények, miközben ugyanazt csinálják. Ezért tettem fel a kérdést számos alkalommal, hogy mégis miért mondod ugyanazt, mint ők, és miért élsz ugyanúgy, mint ők. Ha valaki más utat jár, azt más cselekedetek követik. Az ember nem mondhatja ugyanazt, gondolhatja ugyanazt, érezheti ugyanazt, és élhet ugyanúgy, mint egy csoport, és közben azt mondja, hogy ő egy másik csoporthoz tartozik, csak azért, mert ő saját magában belül úgy érzi. De nézzük meg a névkérdést már sok adjára, ez sem ott, második Mózes 3 fejezeti fejezet Mosé pedig mondta Elohimnek. Elohim, ugye, ugyanis ez a szó itt Elohim. Ide van írva, az eredeti iratban ez Elohim. Isten az egy magyar kifejezés arra az Istenre, akit a keresztények imádnak. Az, aki egyben Jézus, Szűz Mária, a Szent Szellem, mindenki, a Teremtő, ő egyben minden megváltoztatja a törvényeket és törvénytelen életmódot hirdet. Ez a kereszténységnek az Istene. Én azért használom az Elohim kifejezést, mert az eredeti íratban az van, hogy Elohim. Aleph, Lamed, Hei, Jod, Mem, Elohim. De hagyj mutassak még valamit. Igazi keresztény egyes azt mondja, hogy ő a teremtő Istent imádja, aki meghalt az emberiség bűneiért testben. Nézzük meg, mit mond a teremtő Elohim, hogy kicsoda ő. Mósé pedig mondta Elohimnek. Imén elmegyek a Jézusra fiaihoz, és ezt mondom nekik. A ti atyátok Elohime, Elohim, küldött engem ti hozzátok, ha azt mondják nekem, mi a neve. Mit mondjak nekik? Világos a kérdés? Azt mondja Jahuának, hogyha ezek az emberek azt mondják nekem, hogy mi az ő neve, akkor mit válaszoljak nekik? A kérdés az, hogy hogy hívják, mi a neve? És mondd el Morsinak, vagyok aki vagyok. Nem azt mondta, hogy ez a neve, azt mondta, hogy ő az aki. Ha megnézzük, hogy mit jelent az, hogy vagyok aki vagyok haja van, létezik, válik valamivé. Az, aki mindig is volt, azt mondja, hogy a hája, aki a haja van, létezik, válik valami vé. a ser, a hája. Aki mindig is volt, mindig is lesz. Őt nem lehet definiálni, ő csak egyszerűen van. Ezt mondja, utána így folytatja az, aki csak van. Ezt mondja. Így szólj Jézrel fiaihoz, a vagyok küldött engem ti hozzátok. Nem azt mondja, hogy ez a neve, hanem azt mondja, hogy a vagyok küldött engem ti hozzátok. 15-ös versben így folytatja. És ismét mondta Elohim Mósénak, így szólj Jézrel fiaihoz, Jahua! A ti atyátoknak hatalmassága, Ábrahámnak, Jécáknak, Jakobnak hatalmassága küldött engem ti hozzátok. Kicsoda küldte? Jahua! Jod, hely, vav, a tetragrammaton. Jávé, Jehova. Ez az ő neve. Mit mond? Ez az én nevem mindörökké, és ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre. Micsoda? Jávé, Jehova vagy Jahua, a tetragrammaton. Itt van Második Mózes 3.15. Ezután még 5521 alkalommal előfordul a Károli verzióban. Ennek ellenére keresztény egyes még mindig teremtő Istennek hívja. A fő probléma nem a Konstantin féle kereszténységgel van, hanem ezzel a gondolkodásmóddal van a fő probléma az, hogy az ember a saját feje után megy, és a saját igazságát próbál igazolni, és azt akarja, hogy a teremtő igazodjon ahhoz, amit mi gondolunk róla, ahogy a mi szeretnénk szolgálni őt, ő majd ahhoz fog igazodni, mikor megmondta, hogy ez nem így lesz. Úgyhogy itt van az első hasonlóság, igazi keresztény egyes, és a Konstantin féle kereszténység között, hogy ő is, és azok is a Teremtő Istent szolgálják, ugyanazt a nevet használják, mint amit ő. Itt van a következő hasonlóság. Ez Dabarim 5 Mózes 5, de ugyanez megtalálható sem ott. 20-as fejezetben ez az úgynevezett 10 Dabarim, vagy 10 parancsolat. 11-es vers így szól. Jahuának? Ez ugyanúgy a tetragrammaton, mint amit az előbb olvastunk. Ez az 5522-ből az egyik. A te Elohimednek nevét hiába felneved. Ez a szó hiába felneved. Ez Shav, Shavá, melynek jelentése üresség, értéktelenség, hiába valóság, hazugság vagy va valótlanság. Ha megnézzük, hogy honnan ered ez a kifejezés, vá, akkor láthatjuk azt, hogy a bibliai héberben csak származék szavak formájában használatos a gyök, első alapjelentéséből, mely rokon nyelvekben azt jelenti, hogy megbolondul, megőrül, vagy kiürül hajasság vagy hitványság de a Gesinius azt írja, hogy gonoszság, jogtalanság, pusztítás, hazugság, üresség, értéktelenség, hiába valóság, elnéptelenedés, rombolás, azaz ne tedd ezt a nevet üressé, ne rombold le, ne pusztítsd el, azzal, hogy nem használod, hogy helyettesített pogány kifejezéseket, mint Isten nagybetűvel, mint Teremtő Isten, a Magyarok Isten, az Öreg Isten, úgy, mint Úr, vagy a legnagyobb úr, vagy Jézus, Teljesen mindegy. Mert nem hagyja azt Jahua, ugyanaz a szó, büntetés nélkül, aki az ő nevét semmisé teszi, üresé teszi, értéktelenné teszi azzal, hogy kicseréli pogány szavakra úgy, ahogyan keresztény egyes teszi, és ahogyan sajnos a legtöbb keresztény szintén teszi. A cél az lenne, hogy ezt megértsük, és aztán az ember megpróbáljon változtatni azon, ahogyan él, és ahogyan szolgálja a teremtőt. Jahuát, azért, mert ő megmondta, hogy ő hogy akarja, hogy őt szolgálják. Persze ők erre azt mondják, hogy teljesen mindegy, mert ő úgy is hallja, meg ő úgy is tudja, hogy mi van a szívünkben. Persze ő hallja, és tudja, hogy mi van a szívünkben, és tudja, hogy ő megmondta, hogy így kéne csinálni, és mi nem úgy csináljuk. Akkor vajon mi van a mi szívünkben? Ezért a el, ez Ikea 36-os fejezet, a 20-as verstől így szó. Csak azt szeretném megmutatni, hogy ő neki mennyire nem számít az ő neve. És bemenvén a pogányokhoz, ez ugye népek, goj, goim, akikhez menének, megfertőztették az én kodes nevemet. Az én szent, különválasztott nevemet. Mikor ezt mondták róluk, ez Jahua népe, és az ő földéről jöttek ki. Ugyanúgy, ahogy egy gyerek, mikor az iskolában rosszul viselkedik, és behívják a szüleit, megfertőzteti az ő szüleinek a nevét, hiszen az, az, ahogyan viselkedik, árnyékot vet a szüleire is, hiszen úgy fogják megíteni, úgy fognak gondolni arra a névre. Kovács István, a gyerek meg Kovács István, akkor az lesz, hogy így viselkedett Kovács István, és utána az a név ugyanolyan színben fog feltűnni a többi ember előtt, hiszen a gyermek felelősséggel tartozik a szülei nevéért. A nép, Izrael gyermekei, Elohim gyermekei ugyanígy. Aki azt mondja, hogy őt képviseli, az nem élhet össze-vissza, aki a mindenható Istent képviseli, meg az Urat képviseli, az élhet akárhogy, teljesen mindegy. Aki a Huát képviseli, a teremtő Elohimet, az felelősséggel tartozik azért a névért. Ezért mondja azt, hogy megfertőztették az én szent nevemet, hiszen azok a népek tudták, hogy Izrael Jahu a kiválasztott népe. Hiszen emlékeztek Egyiptomra, emlékeztek arra, hogy elfoglalták a földet és minden csodákra, amiket ő tett közöttük. Összekötötték a nevet a néppel, a nép a viselkedésével megfertőztette azt a kodes nevet a név egyébként sem, úgy, mint név, megnevezés vagy elnevezés. Az elsődleges jelentése. Megfertőztették azt a nevet a tetragramaton, Yahua nevét. Megfertőztették az én Hodes nevemet, mikor ezt mondták róluk, Yahua népe ezek, és az ő földjéről jöttek ki. Azonosították Yahuával azt a népet. Ekkor könyörültem Kodes, vagy Szent Nevemért, amit megfertőztetett Jézrael háza a pogányok, vagy a népek között, ugye ez a pogányok, ez Gaim, úgy mint népek, akihez bementek. Érdekes módon a szó név, úgy mint sem, jelenti a hírnevet, vagy valakinek a jó hírét is. Ugyanígy van a mai világban is, valakinek a neve összeforrott az emberrel. Így amerre jár, ha említik azt a nevet, az emberekben kialakul egy gondolat arról, ami, ami következik, a, arról az emberről, aki jön, vagy aki érkezik, vagy vagy aki azt képviseli, azt a neve. Ugyanígy van, amikor az ember azt mondja, hogy ő képviseli a teremtő Istent. Az ember viselkedése az, amit a népek azonosítanak a teremtő Istennel. Ahogyan az ember él, a többi ember asszociálni fog a teremtő Istennel, hiszen mi azt mondjuk, hogy őt képviseljük. Nem élhetünk akárhogy, hiszen az rávet jó vagy rossz fényt. Ezt próbálom átadni az embereknek, hogy megvan a módja, ahogyan nekünk hozzá közelítenünk kell, és ahogyan járnunk kell ezt az utat, hiszen mi őt képviseljük, ami egy óriási felelősség valaki, aki azt mondja, hogy ő a teremtője a Huát, az egyetlen élő Elohimet képviseli a világban. Nem élhet akár, hogy nem mondhat bármit, nem ehet bármit, nem ünnepelhet bármit, hiszen azzal, amit az ember csinál, kimutatja, hogy kinek a szolgája. És ez IKEA 36-os fejezetben láthatjuk, hogy ez igen fontos számára ez a név. 22. Ennek okáért mondja Díszrál házának. Ezt mondja Adonai, Jahoi, nem tiértetek cselekszem, Izrael háza, hanem az én khodes vagy szent nevemért, melyet ti megfertőztettetek a pogányok között, akik közé menétek. Kihozza őket onnan, megtisztítja őket, a törvényeit a szívükbe helyezi, és utána azok úgy fognak élni, hogy dicsőséget hirdetnek Jahua nevének a világban. És mindez az ő khodes vagy szent nevéért történik. Neki fontos a neve, ugyanúgy, hogy nekünk is fontos a nevünk. Senki nem szereti, hogyha rosszul mondják, rosszul ejtik, összekeverik valakivel, akkor miért ne lenne fontos a teremtő Elohimnek? Ő az egyetlen, akinek nem fontos az egész világon a neve. Elhitettük magunkkal, hogy mindenkinek a neve fontos, csak az övé nem. Ő az egyetlen dolog, a kutyánknak is neve van, még az aranyhalnak is neve van, de sok ember még a virágainak meg az autójának is nevet ad, de a teremtő neve az nem fontos. 23. És megszentelem, megszentelem az hadás, úgy, mint hogy külön választja, ki emeli a többi közül az én nagy nevemet, mely megfertőztetett a pogányok közt, melyet ti fertőztettetek meg, és megtudják a pogányok, hogy én vagyok, Jahua, ezt mondja, Jahua, Adonai, mikor megszentelem magamat rajtatok az ő szemük láttár. Ahogyan viselkedünk, az által tudjuk az ő nevét kiemelni a többi név közül. Azt mondjuk, hogy mi Jahuát szolgáljuk. Az emberek látják, hogy hogyan viselkedünk, és ez kiemeli azt a nevet az összes többi közül. Hiszen mindenki Megy a saját feje után, és azt csinálja, ami jónak tűnik a saját szemében. Azonban, akik Jahuát követik, ez az egyetlen embercsoport, akinek megvan szabva, hogy milyen ünnepei vannak, mit lehet enni, hogyan lehet öltözni, beszélni, mi az, amit tennie kell, annak érdekében, hogy őt, Jahuát képviselhesse a világban. De nézzük tovább, hogy hogyan fogja majd az ő nevét és saját magát megszentelni. Tudjuk, hogy ez még nem történt meg, ez a 36 és 37, a száraz csontok völgye, amikor a két botot egybe rakja, ez még nem történt meg, még ez előtt vagyunk. Ugyanúgy, ahogy Jeremiás 31, 31 nem történt meg, hiszen ez ugyanazt írja le. Nézzük, hogy hogyan fogja ezt végrehajtani. Fölveszlek titeket a pogányok közül, és egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre. Ez ugye a terület, melyet Ábrahámnak, Jakobnak és Izsáknak ígér. Hintek rátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságotokból, és minden báványaitoktól megtisztítlak titeket. Jézus Krisztus, Isten, Buddha, Vishnu, és a többi. Tisztátalanság, tömmach, vagy töm, tömmach, Tisztátalanság, tisztátalan dolog vagy hely, hogyha megnézzük a szó ha mé, ez amikor tisztátalan valaki tisztátalanná válik, rituális értelemben beszennyezi magát, azt eszik, hozzáér valamihez, úgy viselkedik. Szóval még a jövőben is lesz tisztátalanság, hiszen ettől kell, hogy megtisztítsa őket, és a báványoktól, amit mindenki ismer. Nézzük, hogy mi az, amit még tenni fog, hogy megtisztítsa őket, és az ő saját nagy nevét és adok nektek új szívet, léb, úgy mint szív, a test közepe, ne fes, ez az, ami benne van, ami az embert alkotja, és új ruach, vagy lelket adok belétek, elveszem a kőszívet a testetekből, és adok nektek egy húsz szívet. Megmossa őket a vízzel, hogy megtisztuljanak a tisztátalanságtól és azoktól a dolgoktól, amelyeket Jahua elé helyeztek, ugye a báványok. Ad nekik egy új szívet, egy új ruachot, és utána ezt helyezi beléjük. Nézzük, hogy mi az, amit még tesz. És az én lelkemet adom belétek, ruach ha kodes, az ő szent szelleme, az ő ruachja, ez lesz bennünk, és azt cselekszem, mi az, ami még történik, hogy az én parancsolataimban járjatok, hok, ami ő dönt, és az én... Törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. És spát úgy mint törvény, mint ítélet hozata, az ő döntéseit fogják megőrizni, betölteni és megcselekedni. Így fogja a saját nevét vagy megtisztítani. Hogy tudná a kereszténység, legalábbis a tradicionális, hagyományos kereszténység, hogy tudná ezt a funkciót betölteni, mikor? Nincsen bennük az ő parancsolata. Sőt, ők azt mondják, hogy ez halál, ez rabság, ezt eltörölte, és ezt már nekünk nem kell csinálnunk. Mikor most azt mondja, hogy ezek lesznek azok a dolgok, amikkel ő megtisztítja majd a nevét abban az időben, mikor ez megtörténik. És akkor az emberek meg fogják őrizni, és be fogják tölteni. Ezért mondta azt a másiák, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek, majd a profétáknak eltörlésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Ez, amikor elkezdődött a profécia, ez 36-ban, hogy ez a folyamat elinduljon, mikor az új szívet adja, mikor az ő ruachját, a szent szelemet, a vigasztalót adja, és így tudjuk betölteni, ahogyan betöltött a másiák. Nem úgy, hogy mi arra gondolunk, vagy hogy ő betöltötte helyettünk, és mi már azt csinálunk, amit akarunk. Az, hogyha az ember úgy cselekszik, megőrzi és betölti, ezt jelenti az, ami, amire a másiák utalt arra, hogy például, hogy ő betölti majd azt. Az ember úgy cselekszik és megőrzi, nem gondolkodik, beszél, vagy pedig érez dolgokat, hanem hogy úgy él. Úgyhogy itt van egy újabb dolog, ami igazi keresztény egyes és a többi kereszténység között hasonló. Úgyhogy ez remélem választad arra a kérdésre, amit itt feltesz, hogy meg valamit kérdezni, mi ennek a célja, hogy minden hozzászólásnál beraksz héber szavakat, amiket igazából mondhatnám magyarul is vagy angolul? Minek mondjam angolul, akkor miért nem mondanám magyarul? Ha mondhatom magyarul is vagy angolul, miért nem mondanám azon a nyelven, amin íródott ez az írás? Miért nem mondanám azon a nyelven, amit a másiák beszélt, amikor ő az emberekhez szólt? Ha mondhatnám magyarul is, és angolul is, akkor miért ne használhatnám az eredeti nyelvet, mikor tudjuk, hogy mi az, ami volt az eredeti nyelv, vagy mik voltak a nevek. Legalábbis körülbelül megvan, hiszen fennmaradt, látjuk, hogy hogy kell leírni. Megmaradtak a kéziratok, akkor ha tudjuk, akkor miért ne használnánk azt, mikor ezek az emberek ezen a nyelven beszéltek, sőt, a teremtő maga ezen a nyelven szólt az emberekhez. Azért mondom, hogy tudjuk, hogy Héberül beszélt, mert tudjuk, mert le van írva. Többek között apostolok cselekedetei 26-os fejezetben. Így szól Saul, a grippa király. Boldognak tartom magamat, hogy mindazok felől, amikkel a jahudímtól vádoltatom, vagy a zsidoktól, te előttet fogok védekezni a mai napon. Örül neki hogy megvédheti magát, és tudja, hogy Agrippa érti azt a problémát, amivel szembesül, hiszen ismeri az ő vallásukat idézőjelbe, mivel te nagyon jól ismered a jahudin vagy zsidók minden szokását és vitás kérdését. Ez az, amiről beszél. Kérdek, hallgass meg engem türelmesen. 9. Én bizonyára elvégeztem vala magamban, hogy a ma názareti Jahusá neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem. Még itt is a név kerül elő. Jahusának is volt egy neve, ami fontos volt. Akkor miért pont az atya neve ne lenne fontos, mikor tudjuk, itt van neve on Noma, úgy, mint név. Pontosan ezeket cselekedte, e dologban éppen útban levén Damaszkusz felé a főpapoktól vett felhatalmazással és engedelemmel, délben látám az úton, király, ugye a grippa, hogy mennyből, semmelyimból a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem és azokat, kik velem együtt haladnak vala az úton. Megjelenik neki Jahusa, ha Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallék szózatot, mely én hozzám szól, és ezt mondja vala a héber nyelven. Hebraisz. Héber, illetve arámi nyelv. A héber nyelven szót hozzá Jahusa. Eber. Héber eredeti tulajdonnév, ez ugye innen ered, eber vagy sem leszármazottja. A szó maga innen ered. Egyébként úgy azt jelenti, hogy áttér valahonnan, valahova, hogyha valaki ebbe bele akar menni. Az a lényeg, hogy a héber nyelven szólt hozzá, és azt mondta, hogy Saul, Saul, nem azt mondta, hogy Pál, Pál, azt mondta, hogy Saul, Saul, mit kergetsz engem? Akkor feltehetnénk a kérdés, hogy minek ezt a nyelvet használja, amikor mondhatta volna neki magyarul is, vagy angolul is. Úgyhogy itt van egy újabb hasonlóság, igazi keresztény egyes és a többi keresztény között. Azt mondja, hogy elolvastam Máté 19-16-tól 30 ig és még mindig egyetértek vele? Kit érdekel, hogy valaki egyetérte vele, vagy sem? A cselekedet a lényeg. Egy, ez, erről beszélek folyamatosan. Egyet érteni, gondolni valamit, érezni valamit, azt lehet. Az szuper. A cselekedet a lényeg. Nézzük meg, hogy mi az, amiről beszél Máté 19.16. Hogy mi nem világos ebben, és mi a probléma az értetlen számomra. De nézzük meg, azt mondja, Máté, Máté 19.16, és e-mail jövén egy ember mondta neki Jahusának, jó mester, vagy Áronáj, mi jó cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Már rengetegszer szó volt erről, úgyhogy sokat nem időznék ezen. A kérdés az, hogyan lehet örök életet nyerni. Örök úgy, mint Aionos. Aion, ugye az egy korszak, Aionos, az nagyon hosszú ideig tartó, örökkévaló, úgy, mint lám, múltra és jövőre vonatkozóak egyaránt. Az élet pedig Zoé, úgy, mint Elohimhez tartozó élet, de egyébként élet maga. Ezt akarja elnyerni ez a karakter. Ő pedig mondja neki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Elohim utal ugye az atyára itt, Jehusa, ha másják a kettő, nem egy és ugyanaz, nem egyenrangú, stb. Ha pedig be akarsz menni az életre, mi, mi, az, amit tennie kell, ha be akar menni az életre, ha örök életed akar? Tartsd meg a parancsolatokat. Entolé, parancs, parancsolat, rendelet vagy utasítás. Megnézzük a Héber megfelelőjét, Entolé, használatos úgy, mint Brit, mint szövetség, de bár, mint a 10 Dabarim, a 10 parancsolat, Hok, rendelkezés. Mit szvá, parancsolat, mispát, ítélet vagy döntés, pékhod, úgy, mint valamilyen szokás, hal, szintén, vagy tora. Tartsd meg ezeket a dolgokat. Hogy, hogy nem világos ez? Nem azt mondja, hogy a tíz parancsolatot, azt mondja, hogy tartsd meg a TORÁT, az összes, ami abban foglaltatik, és úgy mész be, majd az örök életre. A tartsd meg, Tereó, megtart, betart. Őriz, megőriz, vigyázz, vigyázz, szemben tart gondoz, vagy gondoskodik. Ezt csináld, és majd akkor jó leszel, ha így élsz ezek szerint. Persze leírja utána 10 parancsolatból ezt a néhányat, visszautal utána a Deberim 6 Mózes 6, 4, 5, 11 igre szeresd a huát, és utána pedig 3 Mózes 19, 18 szeresd vele mint te magad. És ez az, ahol a probléma van. Az emberek a gondolkodásukra az érzéseikre hagyatkoznak. Azt hiszik, hogy ez az, ami döntő lesz. Azt mondja, hogy én nem vagyok protestáns, nem tartozok egy vallásos szervezethez sem, hogy a protestánsok mit gondolnak a római egyházról, az engem nem érdekel, ők se jobbak semmivel. Én nem vagyok se evangélikus, kámiista, anglikán, baptista, adventista, metodista, pünkösdista. Ők is mind elfordítják az írásokat. Azért, mert nem értek egyet minden, amit te tanítasz a videóidban, az nem azt jelenti, hogy én biztos valami vallást követek, nem belőle indul ki az igazság. Ezt a videót úgy is lehetne nevezni, hogy aki nem ért egyet nagy van az biztos egy valláshoz tartozik. A helyzet az, a probléma ugyanaz igazi keresztény egyessel, mint ami igazi keresztény kettessel, mint mindjárt meglátjuk, hogy nem értik meg azt, hogy az embert a cselekedetei azok, amik minősítik, nem azért, Mondom, hogy ők egy valláshoz tartoznak, mert én tudom, hogy ők mit gondolnak. Én csak azt hallom, látom, amit mondanak a véleményüket, a gondolkodásmódjukat, és az életstílusukat, és ezért azonosítom őket a keresztényekkel. De ezt egyébként mindenki más így csinálja, sőt, az angolban van egy mondás, ami magyarul úgy hangzik, hogyha úgy jár, mint egy kacsa, úgy úszik, mint egy kacsa, és úgy hápog, mint egy kacsa, akkor az egy kacsa. Ugyanez a helyzet itt is. Nem én mondom azt, hogy ő keresztény, és ezért keresztény, hanem az ő cselekedetei azok, amik elárulják, hogy ő egy keresztény. Az ő hitrendszere, az a véleménye, ahogyan gondolkodik, ahogyan értelmezi ezeket a verseket, az tesz tanúbizonyságot arról, hogy ő egy keresztény legalábbis egy olyan gondolkodás attól függetlenül, hogy elismerje vagy sem? Ez egy újabb hasonlóság egyébként a keresztények és igazi keresztény egyes között, hogy másnak gondolják magukat, mint amik valójában. Csak azért, mert másképp beszélnek, másképp gondolják, vagy másképp érzik a dolgokat. A cselekedete az, ami elárulja az ember. De Jahusán másik szintén egyetérkezzem már itt ötös fejezet, úgy fénylik a ti világosságtok, az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Lássák, hogy ez egy más ember. Másképp öltözik, másképp beszél, másképp eszik, más ünnepeket tart. Lássák. Nem az, hogy én mit mondok, gondolok vagy érzek belül, hanem hogy a többi ember lássa, hogy én más vagyok, hiszen látja a cselekedeteimet mellesleg ezután elmondja, hogy nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, és nem azért jött, hogy a profétákat eltörölje. És én azt szeretném kihangsúlyozni, hogy én nem utálom ezeket az embereket. Ez csak egyszerűen a feladata az embernek, aki érti azt, hogy miről szól az írás, hogy figyelmeztesse a többi embert arra, hogy rossz úton jár, és a hua haragja el fog jönni a világra, és mindenkire, aki nem az ő útját járja. Ezt csinálta mindenki a könyvben, aki valamiféle értelemre is szertett, hiszen érezte a felelősséget. Jakonon 3. fejezet 19-es vers így szól. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget. Mi a sötétség? Az ő toráján kívüli élet. Ezt hirdeti sajnos a kereszténység, és igazi keresztény. Egyes szintén ezt képviseli, ezért mondom, hogy ő is abba a csoportba tartozik. Azt nem tudom, hogy ő mit érez belőle, vagy mit gondol, én csak azt tudom, amit mond, ahogyan vélekedik a dolgokról. Az érzéseit nem lehet tudni, de mindegy is. Elárulják a cselekedetei és a beszéde. Az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak valának, akkor a cselekedeteknek biztos van valami szerepe, mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek, aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Elohim szerint való cselekedetek. Három verszakban hatszor mondja el, hogy a cselekedeteknek jelentősége van ennek ellenére, a kereszténység, és igazi keresztény egyes, azt hirdeti, hogy a hit által üdvözül az ember, és semmi több nem számít. Amivel ugye nehéz nem egyetérteni, hiszen Saul Efézus élközét levelének második fejezetében leírja, mert kegyelemből tartottatok meg, hit által, és ez nem tőletek van, Elohi ajándéka nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Tisztában vagyok vele, hogy az ember nem a cselekedeteiből üdvözül, és nem azért igazul meg, mert olyan nagyszerűen betartja a torát. Ez a következménye annak, hogy ő hisz. De utána elmondja a tízesben Saul pontosan ezt, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvény másiák jahusában jó cselekedetekre, melyeket előre elkészített Elohim, hogy azokban járjunk akkor csak ugyanazt magyarázza Saul is, mint az összes többi, hogy a hit az, amiből igazol az ember, utána ezt azonban cselekedetek fogják követni. Vége hossza nincs egyébként Saul írásaiban sem ennek ez Tituszhoz, 8-as a 3-as fejezetben, igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előjárni azok, akik Elohimben hívőkké lettek, ezek jók és hasznosak az embereknek. De leírja egyébként, hogy a bűn még mindig létezik. Balgatak vitatkozásokat azonban, nemzetségekről való tudakozásokat, hogy ki, hogy, kinek, ki, hogyan született, micsoda. És a civakodást, és a törvény felől való harcokat, no mikosz, került, mert haszontalanok és hiába való. Nem arról beszél, hogy nincsen törvény, vagy nemzetség, Arról beszél, hogy ne vitatkozzatok ezen, mert fölösleges, ki fog derülni minden a maga idejében, csinálja mindenki, amit tud. De leírja egyébként, hogy fontos, hiszen azt mondja, hogy az eretnek embert egy vagy két intés után került. Azaz nem az van, hogy ne ítélj, meg te nem mondhatod el, hogy mi a gondolatod. Azt mondja, hogy incsd meg azt az embert, aki széthúz pártos vagy eretnek, az, aki elhúz attól a vonulattól, amit ezek az emberek követnek, aki viszályt okoz azt jelenti egyébként, hogy válasz, kiválaszt, vagy elvesz, vagy elszerez magának. Az, aki elválik a csoporttól, aki egy más rendszert próbál követni. Tudván, hogy az ilyen romlott, extrefó, kifordult, kicsavarodott, és vétkezik önmaga is kárhoztatván magát. Vétkezik, az hamartáno bűnt követ el. Elohim ellen. Törvény ellen. Bűnben él. Ugyanúgy, mint hogy elvét, eltéveszt, vagy elhibáz. Hát megszegi a törvény. Elmulaszt valamit, eltéveszti a célpontot, téved, vagy pedig hibázik. Úgyhogy lehetséges, hogy igazi keresztény egyes, vagy kettes, úgy érzi, hogy ő nem tartozik ezekbe a szervezetekbe. A probléma azonban az, hogy a cselekedetei elárulják az ember. Erről beszél Jakob, vagy Jakab a második fejezetben, így ír. Mondhatja-e valaki? azaz lehetséges-e így érvelni? Neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom neked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Én nem azt mondom, hogy mindenkinek egyet kell értenie azzal, ami Jahua útján ezen a csatornán elhangzik, vagy hogy ez az egyetlen módja. Én azt mondom, ami le van írva. Nekem nem kell hozzátenni semmit ehhez, hiszen minden le van írva. Én ezt mondom igazi keresztény egyesnek, meg kettesnek, meg az összes többinek, hogy mutasd meg a te hitedet a te cselekedeteidből. És én megmutatom neked az én cselekedeteimből az én hitemet. Te hiszed, hogy Elohim, a jóisten, a teremtőisten, az öregisten, az úr, egy. Jól teszed? Az ördögök is hiszik, és rettegnek is. Azonban a cselekedetük az, és a cselekedeteik azok, amik elárulják, hogy a szívük hol van, és hogy kit szolgálna. Mindenkit ez az, ami elárul. A beszéd, a gondolkodás és az érzés csak akkor ér valamit, és a hit, hogyha azt a cselekedetekből látni lehet, igazul az ember a hitből, és utána bizonyítja azt a cselekedeteiből, és ez a probléma igazi keresztény egyessel és kettessel, és sajnos a hagyományos keresztények nagy részével, hogy a cselekedeteik nem azt igazolják, ami az ő hitük állítólag, és erről beszél itt Jakab. Az ördögök, a démonok, az ellenség és az ő serege is hiszi, sőt, tudja, hogy van Elohim, hiszen látták őt, a nagy részük. Azonban nem úgy élnek. Ezért a cselekedeteik nem mutatják az, azt a hűséget, amit nekünk kellene Jahuha felé. A legtöbb ember sajnos azon az úton jár, amit Matityahu 7-es fejezetben, a 22-es, 23-as versben Jahuha másiák leír. És ez így szól. Sokan mondják majd nekem a ma napon, Adonai, Adonai, nem a te nevedben profétáltunk é, -e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben, azaz nem csináltuk-e, ezeket a nagyszerű dolgokat a te nevedben tudták a nevét, profétáltak, ördögöket űztek, mindenféle nagyszerű dolgot cselekedtek az életükben. Szeretnének bejutni és vele lenni. Mit fog mondani? És akkor vallást teszek majd nekik, hogy sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevő. Anomia, úgy mint gonosztevő, törvénytelenség, törvénysértés, törvényszegés vagy törvénytelen cselekedet. Mert nem a Tora szerint éltetek. Ez volt a probléma. Szeres vele barátodat, mint te magadat, az a fele az egész egyenletnek. És utána még ott van a másik, hogy szeres Jehuát a te hatalmasságból, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből, és ez a legnagyobb parancsolat. Az, aki gonosztevő, az törvénytelen. Nincs alárendelve a mózesi törvénynek. Ide van leírva mindenki szeme láttára. N távozzatok tőlem ti, akik nem vagytok alárendelve a mózesi törvénynek, akik törvényen kívüliek vagytok. Ha már az angolnál tartunk, akkor ő így fogalmaz, hogy you that work iniquity. Ti, akik bűnt cselekeztek. Az arámi fordításból az angol ugyanezt mondja. You workers of iniquity. Ti, akik bűnt cselekeztek. A scriptures verzió azt mondja, hogy you who work lawlessness. Törvénytelenséget cselekeztek. Ez pedig egy újabb hasonlóság, igazi keresztény egyes, kettes és az úgynevezett hagyományos kereszténység között, hogy ők gonoszságot cselekesznek, hiszen nincsenek alárendelve a mózesi törvénynek, ami egy feltétele annak, hogy másiák a végén elfogadja őket, hiszen ő ezt mondja itt. Ti nem vagytok alárendelve, távozatok tőlem, sosem ismertelek titeket, mert a cselekedete az embernek az, ami elárulja azt, hogy a szíve hol van és ő kit szolgál, nem pedig az, amit gondol, mond vagy érez. Sok agyára én szeretném elmondani azt, hogy nem utálom ezeket az embereket. Semmiféle negatív érzés nincs az emberekkel szemben. Az eszme és az a szellemiség, amit képviselnek, az, az, ami taszító. De az ember nem, és ugyanúgy meg vannak tévesztve, mint a világ túlnyomó többsége. Nagyszerű alkalmat ad ez a néhány hozzászólás arra, hogy bizonyos dolgokat újra megnézzünk, és esetleg más szemszögből közelítsük meg, mint eddig. A végeredmény azonban mindig ugyanaz lesz. Hit és cselekedetek kéz a kézben dolgozik, és a tora az, ami egy örök érvényű igazság, és megmutatja azt, hogy mik azok a cselekedetek, melyek eljuttathatnak minket a megfelelő hittel a végén a teremtőhöz, akinek a neve Jahua. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat hallója és shalom!